Sziasztok, srácok! Sziasztok! Üdvinnem Párkányból. Ez itt a második kirándulásunk, amiről beszéltem nektek. Ma jöttünk ide Párkányba, kocsival jöttünk. Eredetileg az volt a terv, hogy motorokkal fogunk jönni, de aztán úgy adódott egyéb okok miatt, hogy kocsival jövünk. De ez nem gond, mi már így is megcsináljuk nektek a kirándulós videót. Most az a terv, hogy 3 napig jöttünk, ugye? Ma van péntek, holnap szombat, holnap egész nap csak fürödni fogunk. Elmegyünk a Párkányi fürdőbe, ilyen termálfürdő, nem? Vagy ilyen valami ilyesmi. Elmegyünk ide a termálfürdőbe, egész nap ott leszünk, úszkálni fogunk, kajálni, aztán este elmegyünk szerintem acsorázni városba, és vasárnap reggel pedig hazamegyünk. Ma, most így estére, ugye péntek van, elmegyünk csak vacsizni, aztán eltesszük magunkat hónapra. És egy kicsit olyan sétálgatunk itt a part mentén, ja. Ilyen szép kilátás van mögöttünk is. Körbenézünk, hogy mi változott itt Párkányban, megnéztek mögöttünk. Akkor eléggé megváltozott a bazilika is. Most renoválják a tetejét. Na, szerintem el is indulunk, és megmutatjuk nektek a szállást, hogy hogy is néz ki. Innen látjátok, hogy milyen változások vannak a tetején most. Visszakapja eredeti formáját. Na srácok, így lehet jobb a háttér, hogy mögöttünk van a bazilika. Még annyit szerettem volna mondani, hogy vasárnap, mielőtt, vagyis miután adjuk a szobát, akkor elmegyünk előleg hajókázni, oda is elviszünk titeket. Ott van oldalt a hajó, amivel fogunk menni a háttérben. Az ott a miénk, szóval intézünk rá a jegyet, és vasárnap arról is kaptok felvételeket. Na, még egy kis beltéri info nektek. Nekünk nem aranyos recepciós csajszink volt, van, mivel lényegében felajánlotta, hogy kellene-e nekünk esetleg a termálfürdőbe jegyek. És mondtuk is, hogy nem, hogy majd mi ott megvesszük. De hogy 9,50 € kerül lényegében, ugye? Vagy 9 euró? 11 euró a teljes napi jegy, és hogy a csajszi, akitől ugye béreltük a szállást, 9,50 € tudott nekünk szerezni egy teljes napi jegyet, így intéztünk el rögtön 2-t. Igen. Úgyhogy így is megspóroltunk egy kis pénzt, most már meg is van a telefonszám a csajra, úgyhogy ha legközelebb jövünk, és esetleg máshol fogunk megszállni, akkor egyből felhívjuk a csajszit, és megyünk olcsóbban fürödni. Hát csak a jegyek miatt fogjuk hívni, őt más miatt nem. Na srácok, elindultunk a szállás fele. Nagyon jó helyen van a szállásunk is. Mögöttünk van a bazilika, lássátok. Ott messze. És a szállásunk az pontosan a bazilikára néz. Ott lakunk fenn. Ott van a szállásunk. Most pedig elindulunk odafel, és megmutatjuk nektek a szállásunkat. Na srácok, ez itt a lakás. Ez itt a konyha rész. Tisztára minden világháborúba. Le vannak hajóva ma a lapátok is a lámpán. Nem is működik amúgy. Ez a konyha. Amúgy lehet kajálni is. Tudunk sütni lényegében, főzni valamit. Van mosogatónk. Van egy kis kanapé. Itt vagyok én is. Az asszony is. Redőnyök amúgy nem működnek ablakon, nincsen szúnyogálló se. Így pénzet nem akarja sokat. Úgyhogy lehet, hogy harcolni fogunk este a szúnyogokkal. Jaj, ez itt a ruhaakasztó. Lássátok, hogy ilyen speckó akasztók vannak főszerelve kabátra. Különböző méretű csavarok. Aztán ilyen kis fürdőszoba. Ilyen speciális ajtó van a fürdőbe, megfogjátok. Itt van egy ilyen mágnes, ezt amúgy ide kéne beledugni, csak ilyen furcsa nyílik az ajtó, hogy kb. Ennyi. Úgyhogy semmi hangtompító rész nincs, mert ez ilyen valami nagyon durva. Ez hajlik, itt óvodik, csúszik, nyílik. Úgyhogy ilyen ajtót csináltam még.
Ez amúgy a bejárati ajtó a lakásra. Ez is valami ilyen megviselt állapotban van. Van ilyen kis kikukucskáló kintre. Ez egy maga a hálószoba. Van egy emeletes ágy. És van egy dupla ágy. Mini TV. Kb. Akkora lehet, mint egy 21 colos számítógépes monitor. Na srácok, szóval ez lenne a lakásunk. Ami 3 napig csak a miénk. 2,5. 2,5. Na, hát most... arra teljesen elég, hogy itt alszunk, nem? Honnapot császunk itt. Ja. És most pedig kimegyünk és vacsorázunk egyet a városban. Utána visszajövünk, alszunk egyet, és holnap pedig megyünk a fürdőbe. Pancsol. Végre. Egész nap ott leszünk. Nagyon jó lesz. Jelentkezés. Meg volt a vacsora, nagyon finom volt. Ittünk egy jó hamburgert, Ranolkit hozzá, hasábburgonyát. És még viszünk a szállásra egy kis csirkeszárnyat. Kis utánpótlás meg legyen. Biztos, ami biztos. És volt egy nagyon szép tűzijáték is, ugye? Igen, igen. Ugye elfelejtettük azt mondani, de ma augusztus 20-a van, és az ugye az államalapítás ünnepe. Úgyhogy Szent István ünnepe. És jó fél órán keresztül amúgy ment a tűzijáték, szóval nagyon kis hangulatos kajálás volt itt. Ugye Párkány mellett elhelyezkedik Esztergom, ami ugye már Magyarországhoz tartozik, és ugye megünnepelték ők is az államalapítás ünnepét, úgyhogy felvették a tűzijátékot. Ja, úgyhogy nagyon jó volt. Amúgy itt kajáltunk hátul, nem tudom mennyire lehet látni, innen kb. Nem nagyon, de ugye van itt egy nagy sétáló utca, és rögtön az elején voltunk, ott egy nagyon jó hamburgeros, és ott be lehet kajálni rendesen. Megyünk a szállásra, találkozunk holnap reggel, addig is sziasztok! Jó reggelt, srácok! Felkeltünk, 10:30-on, kicsit elhúzódott az éjszaka és a reggel is. Most indulunk a fürdőbe, ott leszünk egész nap. Kaptok majd egy jó kis drónos felvételt, hogy is néz ki az a fürdő. Ez amúgy egy elég nagy fürdő itt Szlovákián, és rengeteg a bazén, sok a kajálda, szóval lehet ott nagyon sokat enni is, és nagyon sokat fürödni, és elég jól néz ki a hely. Szóval oda megyünk, ott leszünk egész nap, kaptok légi felvételeket, és miután hazajöttünk, majd bejelentkezünk újra. Addig is, sziasztok! Hello, elérkeztünk a következő nap végéhez. Visszérkeztünk a fürdőből, nagyon jó volt. Kicsit pihentünk is a szálláson. Most megmutatom nektek a teraszunkat. Itt elálltam mögöttem. Nagyon jó kilátás van a bazilikára. Meg is mutatom nektek. Itt kijövünk, egy nagyon tágos terasz van. Van itt lehetőség grillezni is. Mögöttem van a bazilika, ahogy lássátok. Most elvileg elmegyünk a városba, vacsorázunk egyet, aztán pedig elmegyünk és megmutatom nektek a bazilikát, és visszatérünk a szállásra, aztán holnap elindulunk hazafele.
szóval találkozunk a bazilikánál, elosztok. Még megmutatom nektek a parkolót, hogy hol is parkolunk. Itt ha lenéztek, akkor lássátok az összes autót. Itt vannak az autók, ha megnézitek, mi pedig ott parkolunk. Ott a milyen kicsik autócskánk. Nem ugye a legnagyobb parkoló, megnézitek. Szóval nagyon sokan be tudnak ide állni. Igaz, hogy a hotel, ahol vagyunk, itt nincs nagyon sok hely az embereknek, de a parkoló az jó tágos. Visszálljunk a szobába, felszedjük az asszonyt, és utána pedig indulunk a bazilika fele, amit visszajöttünk, elmegyünk és jót vacsorázunk, és azzal kb-be is fejezzük a mai napot. Hú, nagyon elfáradtunk amúgy, egész nap a fürdőben voltunk. Most már csak ilyen lajtos kis laza napunk lesz, így a nap hátra levő részében. Hello, hello! Meg volt a bazilika. Most pedig elmegyünk megnézni, hogy mennyibe kerül a jegy a hajóútra. Holnapi nap vasárnap, szeretnénk elmenni reggel egy kis hajótúrára. És megyünk megérdeklődni, hogy hánykor mennek az utak, és hogy mennyibe is kerül pontosan. Megjöttünk a bazilika. Pont renoválják a tetejét még mindig. Szerintem egy darabig el is fog tartani. Lemegyünk ide oldalra, megnézzük, hogy pontosan hol is kell megvenni jegyeket, és kb. Le is foglalik holnapra szerintem. Ah, itt megy oldalt egy szkúter. Nem is szkúter, hanem egy kis hajócska, vagy csónak, vagy mi ez, inkább egy kis motoros csónak. Nagyon szép most az idő, már kb. Medle a nap is. Szóval nem kell hunyorítani itt a fényekben. Ott azon a hídon tudtok átmenni Párkányból Esztergomba. Utána pedig simán felmentek autóval vagy motorral. Itt le tudtok parkolni kb. És be tudjátok járni az egész bazilikát. Szóval ajánlom nektek, hogyha itt jártok, akkor menjetek át és nézzétek meg a bazilikát is. Na srácok, ide jöttünk a jóhoz. Megnéztük, mennyibe is kerül az út. Egy órás az út, 55 perces pontosan. 7 euróba kerül felnőtteknek, és reggel 10-kor, 11-kor megy egy út, utána még 4-5-6-kor délután. Mi pontosan a 10 óraért fogunk jönni, ugye 10-kor le kell adni a szobát, 10 előtt leadjuk, berakolunk a kocsiba, utána eljövünk hajókázni, és utána pedig go haza, szóval ennyi lesz vasárnapi nap. Várnak otthon ebéddel. Otthon már fognak várni a finom ebéddel. Itt van velünk szembe pont a hajó, amin fogunk menni, meg is mutatom nektek. Szóval az a nagy fehér, amilyen az a legnagyobb, és ott a vége kb. Szóval holnap találkozunk a hajón. Egy kis történelem még mára, itt mögöttem található az emlékmű, amely az első és a második világháborús elesettek számára készült. Körbemutatom nektek, nézzétek meg ti is.
Vettünk egy kis helyi koncerten is. Itt a sétáló utcán mögöttünk, amúgy így egész szezonban vannak ilyen kis koncertek, ilyen előadások napi szinten. Ki is van rakva ilyen kis falitában, hogy minden nap milyen akció van. Most pedig már megyünk vissza a szállásra, mert eléggé elfáradtunk, és már jó sötét is van. De nem biztos, hogy aludni fogunk, mert valami sátárista koncert zajlik pont a szállásunk mellett. Amúgy a szállásunk mellett ilyen rock pub van, szóval, de az van elég durva zene, ami ott szól. Lehet, majd bekukkantunk így kamerával, és... Csak így óvatosan. Le vagy valami kimaszkírozott sátánista vadállatok. Letámadnak minket. Jó van, srácok. Még kicsit belesünk oda, megmutatom nektek a helyet, milyen zene szól éppen. Utána pedig elköszönünk, és holnap reggel találkozunk újra. Akkor zárjuk is a mai napot, és akkor holnap találkozunk a hajón. Sziasztok! Jó reggelt, srácok! Jöttünk megvenni jegyeket a hajókázáshoz. Itt van mögöttünk a kis bódaicska, itt lehet megvenni jegyeket. Aztán... Majd közvetlen a hajón is meg lehet, de mi itt veszik. Ja, aztán elmegyünk egy órás hajókázásra, és végül pedig megnézzük még Visegrádot is. Utána pedig indulunk haza. Mm. Na, találkozunk a hajón. Annyeszk! Ha? Na most, hogy véget ért a hajós kiruccanásunk, már csak átugrunk Magyarországra, megnézzük a milyen várat. Visegrád. Visegrádi várat, utána pedig már menjünk haza. Szóval találkozunk Visegrádi várnál.
Tehát ez volt a hétvégi kiroccanásunk, most pedig irány haza. Ez ilyen kis autós kirándulás volt, de még jövünk ilyen motoros kiroccanásokkal is. Legközelebb még Tátrából fogunk jelentkezni, srácok. Oda egy hétre megyünk, szóval ott jó kis videóanyagok lesznek a számotokra. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. És találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.